Így nézett ki az újfehértói általános iskola közel 40 évvel ezelőtt. Ez az egyetlen fotó árulkodik az épület múltjáról. Jelentős felújítás azonban az elmúlt 4 évtizedben nem történt. Az újfehértói általános iskola Erkel Ferenc tagintézménye csak egy a számos megyei iskolából, amiket felújítanak. Közel 4,5 milliárd forintot fordítanak az iskolák korszerűsítésére, az állami iskolák mellett több egyházi intézmény is megújul. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint az oktatás lehet a térség fejlődésének kulcsa. Hátrányos helyzetű térség lévén szeretnénk, hogyha a gyerekeink nem szenvednének hátrányt, sőt, mi több, a térség kitörési lehetősége a jó oktatás megteremtése. Ezen dolgoznak az egyházi szervezetek, és ezen dolgozik az állam. Köszönet az önkormányzatok támogatását ebben az ügyben. Újfehértón két iskola is megújul. Az Istenszülő oltalmáról elnevezett görögkatolikus általános iskolában tornatermet építenek, az Erkel Ferenc tagintézményre pedig 305 millió forintot költenek. Ebből a teljes külső homlokzat és lábazat megújul, szigetelik a lapos tetőt, felújítják az elektromos hálózatot, új kazánt és nyílászárókat, valamint napelemet és napkollektort is kap az épület. Égető problémáról van szó, hiszen hogyha 10 évvel ezelőtt végezték volna el ezeket a műveleteket ezen az épületen, az is nagyon késő lett volna, tehát az utolsó utáni pillanatban jött ez a segítség. Újfehértó mellett Nagykállóban, Szakolyban, Kállósemjében, Geszteréden, Nyírbogáton, Válajban, Nyírbélteken, Nyírcsászáriban és Nyírbátorban is felújítják az iskolákat, többségükben energetikai korszerűsítést hajtanak végre.